Bagdi Emőke vagyok, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár és a Boldogság Órák fővédnöke. Én hiszek a Boldogság Órákban. Nos, miről szólnak a Boldogság Órák? Lényegében, ha nagyon konkrétan akarom definiálni, akkor arról, hogy egy egyoldalú, csak az ismeretek átadására törekvő kultúrával szemben egy olyan pedagógiai kultúrát állítunk be, ahol az érzelmi és a szociális nevelés is egyensúlyba kerül, hogy a gyerekeink tudjanak a másikra figyelve, a minden apró megnyilvánulásért, amit kapunk a világtól, másoktól, tudjanak hálásak lenni, köszönetet mondani, legyen a világ szemléletük optimista, legyenek célvezérelt emberek, tudjanak álmodni jobb agyféltekével és megvalósítani bal agyféltekével. Az érzelmi intelligencia és a szociális intelligencia szorosan összekapcsolódnak, mert ha a másikkal tudok empátiásan, beleélő módon, megértéssel, türelmes odafigyeléssel, meghallgató módon beszélgetni, rögtön megértem azt, hogy mi zajlik benne, és ezzel érzelmileg már másként tudok viszonyulni, a viselkedésem konkrétan szociábilis lesz. Eljött az az idő, amikor olyan módszereket tudunk a Boldogság Órák programja alapján alkalmazni, amelyeknek Olá Attila és az ELTE tudományos kutatócsoportja a hatásvizsgálatát is nyújtja. Tudjuk azt, hogy ha ezt tanítod a gyereknek, ha ezt az élményt vele átéled, akkor ennek a következménye ez és ez. És tudjuk, hogy milyen pozitív a teljesítmény szempontjából, az érzelmi élet szempontjából, a viselkedés kultúra szempontjából, valójában még mit is kívánhatnánk? Csak azt, sok sikert a Boldogság Óráknak. Én ott leszek, és én biztosan támogatni fogom. És szívből kívánom, hogy te, aki most hallgatsz engem, gondold végig ezt, ismerkedj meg a programmal. Hiszek abban, hogy ezzel az új közelítéssel pedagógiai reform következhet be Magyarországon. Legyen Magyarország a boldog iskolák és a boldog óvodák országa.